Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önöket a mai kormányinfón. Ahogy látják, csatlakozott hozzánk a mai nap Navracsis Tibor miniszter úr, hiszen az ő portfólióját érinti a mai kormányinfó témája, az Európai Uniós források. Mivel zajlik még a kormány ülése is, ezért egy órás időkeretben tudunk most az Önök rendelkezésére állni, és az Európai Uniós források témája lesz a mai kormányinfó témája, úgyhogy erre kérem szépen, hogy legyen tekintettel minden újságíró. És én akkor át is adnám a szót, nem tudom, miniszter úr, a közül ki Navracsics miniszter úr kezd. Köszönöm szépen, én is jó napot kívánok mindenkinek. Nyilvánvalóan a mai bizottsági döntéssel kapcsolatos kormányálláspont az, amit most ismertetni fogok, ami nagy meglepetés számunkra nem okozott, hiszen most már idestóval több mint egy hete az Európai Bizottság újságírók által közölte velünk a készülő álláspontját, amely nagyjából megegyezik a szeptember közepi álláspontjával is, tehát már csak ezért sem jelent újdonságot. Ugyanakkor van benne egy nagyon fontos elem, ami az mi számunkra fontos volt, ez pedig az, hogy az újjáépítési alapra vonatkozó magyar nemzeti tervet elfogadásra ajánlja. Ez egy jelentős előrelépés, ez az első alkalom, hogy hivatalos formában az Európai Bizottság bejelentette, hogy a magyar nemzeti terv elfogadásra méltó, és így ajánlja a tagállamok minisztereit tömörítő tanácsnak, hogy fogadja el szintén a nemzeti tervet. Hozzá kell tennem, hogy nem is akárhogy, és ez nem kis büszkeség számunkra, hiszen a magyar nemzeti terv a bizottság értékelése szerint a legkiválóbbak között van. Egészen pontosan egyetlen kategória kivételével a legmagasabb osztályzatot kapta, ami azt mutatja, hogy noha több mint másfél éven keresztül folyt az előkészítése, sőt, tulajdonképpen másfél évvel ezelőtt eszem már karnyújtásnyira volt az akkori nemzeti terv elfogadása, és azóta is folyamatosan folytak a konzultációk, ennek meglett a gyümölcse, és az Európai Bizottság is elismeri ezt a gyümölcsöt, miszerint a magyar helyreállítási nemzeti terv az egyik legjobb az Európai Unió tagállamai között, illetve az ő nemzeti terveik között. Tulajdonképpen ez az új elem a bizottság döntésében. Ebből adódóan mi ezt örömmel nyugtázzuk. Mi örülünk neki, hogy végre megnyílik a lehetősége annak, hogy aláírjuk a helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodást. Bízunk abban, hogy az Európai Bizottságnak ez a döntése és ez a javaslata megnyitja számunkra az utolsó körös egyeztetések és a tárgyalások lezárásának lehetőségét a kohéziós pénzekkel kapcsolatban is, azaz záros határidőn belül aláírhatjuk a partnerségi megállapodást is, és ha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen teljesül az a cél, amit júniusban kitűztünk magunk elé, miszerint az akkor rendelkezésünkre álló 6 hónapos határidő alatt akartuk elérni azt, hogy mind a két nagy területen, ahol akkor még messzinek tűnt az Európai Uniós források rendszerének elérése, egy olyan megállapodás sorozatot érjünk el az Európai Bizottsággal is írjunk alá, amely lehetővé teszi, hogy 2023-tól ténylegesen is megnyíljanak az Európai Uniós források. Ami pedig a felfüggesztést illeti, ugye ez nem jelent újdonságot, hiszen ez a három operatív program tekintetében szereplő 65%-os felfüggesztési javaslat, amelyről a bizottság él a tanács felé, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint ami szeptember közepén volt. Mi úgy gondoljuk, hogy ez részben abból is adódik, hogy az általunk megalkotott menetrend, törvényhozási menetrend, illetve intézményépítési menetrend, amely a vállalásaink alapján elindult szeptember elején már tulajdonképpen, és amely a bizottság jóváhagyását is bírja, ez olyan határidőket is tartalmaz, amelyek még előttünk vannak. Ebből adódóan abban bízom, hogy ugyanolyan pontosan és ugyanolyan alaposan fogjuk teljesíteni a még hátralévő vállalásainkat, mint ahogyan az eddigieket is tettük, és 2023-ban meg tudjuk győzni a bizottságot, és a bizottságon keresztül a tanácsot is, hogy a felfüggesztést a továbbiakban nem kell fenntartani, és 2023-ban lehetővé válik az, hogy 100%-osan hozzáférjünk az uniós forrásokhoz minden operatív program tekintetében. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseinket. Jöhetnek a kérdések, Magyar Nemzet. Köszönöm, Kincses Krisztina vagyok a Magyar Nemzettől. 4 kérdésem lenne az uniós forrásokkal kapcsolatban.
Az első, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kormány az elvei fenntartása mellett adjon engedményeket a brüsszeli követelésekben? Igen. Röviden igen. Hosszabban eddig is az elveink fenntartása mellett kötöttünk kompromisszumot, hiszen júniustól kezdve, amikor újrakezdtük a tárgyalásokat, és amikor az én felelősségi körömbe kerültek a tárgyalások, onnantól kezdve a mandátumunk alapvető jellemzője az, hogy nyitottak vagyunk a megállapodásra, el akarjuk érni a megállapodásokat az Európai Bizottsággal, nyitottak vagyunk az észszerű kompromisszumokra, és az észszerűség határa nyilvánvalóan az elvszerűség környékén húzódik, tehát olyan kompromisszumokat kötöttünk, amely az elveink feladását nem követelte meg. Köszönöm. Ugye most csak a források egy részéről döntöttek. Ön szerint mikor kaphatjuk meg a többi forrást? Én, mint említettem, úgy gondolom, hogy ahogyan haladunk tovább a végrehajtási eljárással, és ahogyan teljesítjük az újabb és újabb határidőket, úgy a tagállamok számára és a bizottság számára is nyilvánvaló lesz, hogy nem akarunk mismásolni, nem akarunk sunyogni, hanem pontosan teljesítjük azt, amit vállaltunk, és akkor ez lehetővé teszi, hogy 23-ban hozzáférjünk minden forráshoz. Köszönöm. Ezeknek a szigorú követeléseknek lehet-e köze a hazai szankciós politika kritikájához, vagy a migráns politikához, ön szerint? Mi végig a tárgyalások során külön kezeltük az egymással összenem függő történeteket, és nem is akartuk összekötni. Találkoztunk olyan esettel, amikor más tagállamok csomagban kezelnek problémákat, mi végig arra koncentráltunk, hogy lehetőség szerint politikamentesen a lényegre koncentrálva, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetővé téve ezt a tárgyalássorozatot elválasszuk a többi politikai kérdéstől. Köszönöm, és végül az, hogy megkapja Magyarország a források egy részét, tekinthetően annak, hogy nem vált be a baloldali aknamunka Brüsszelben. Ezt nem tudom, ezt a baloldalt tudja megmondani, nem tudom, miniszter úr esetleg. Ugye, ha elemezzük azt, ami történt, akkor szerintem azt tisztán kell látni, hogy a bizottság gondolta úgy, hogy először a kondicionalitási eljárást kell lezárni, és ezt követően lehet az operatív programokat és a helyreállítási tervet elfogadni. Most e tekintetben a bizottság gondolta meg magát, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben a javunkra, hiszen elfogadta a helyreállítási tervet, ráadásul a legkiválóbb minősítéssel, tehát az összes tagállam közül senkinek nem fogadták el, senkinek nincs jobb minősítése, a magyar az első ilyen szempontból a helyreállítási tervek között, holt versenyben van még néhány hasonlóan jó, de senki nem jobb nálunk. Úgyhogy a helyreállítási tervet elfogadták, és jó esély van arra, ez nem tartozik a tanácshoz, a bizottság saját hatáskörében megoldható, hogy az operatív programokhoz szükséges partnerségi megállapodást is aláírják. Ami akár le is lehetett volna zárni, és itt jön talán a baloldal szerepe, az maga a kondicionalitási eljárás volt, hiszen a bizottság részben nem méltányolta azokat a döntéseket, amelyeket az országgyűlés jövő héten szerdán fog meghozni. Miután eddig is teljes tetőnt vállaltunk, ezt nyugodtan megtehették volna. Részben pedig legyünk őszintén, a parlament nyomása alatt áll, ezért úgy gondolták, hogy ha ezt a eljárást nem zárják le, és egyfajta fügefa levélként tartják maguk előtt, és úgy fogadják el a magyar helyreállítási alapot, illetve írják alá a partnerség megállapodást, ez talán védettséget nyújt. Az, hogy ilyen félelemre a parlament magatartása okot ad, szerintem ez egy hiba, a bizottságnak nem kell tekintettel lenni ebben az esetben a parlamentre, de az, hogy a parlamentben ilyen hangulat kialakult, az valóban azoknak a bűne, akik ott magyar képviselőként Magyarországról hazugságokat terjesztenek. Tehát szerintem az a magatartás nem elfogadható, nem méltányolható, és párthovatartozásra való tekintet nélkül elutasítandó, hogy valaki keres nettó 6 millió forintot, és amikor a tanárok bérét két év alatt meg akarjuk emelni 440 ezerről 800 ezer forintra, akkor olyan határozatot fogad el az Európai Parlamentben, olyan határozatot támogat és szavaz meg, mint a magyar ellenzéki képviselők, hogy Magyarország, a magyar tanárok, a magyar egészségügy, a magyar vállalkozások ne juthassanak pénzhez. Én szerintem ez kocsmai környezetben jobban minősíthető, nekünk itt nem feladatunk, hogy ezt megtegyük, de látni kell, hogy az alapvető célt nem sikerült elérni, hiszen a felfüggesztés az nem jelent semmilyen forrásvesztést, és miután ezeknek a programoknak, ha ezek a programok megindulhatnak, akkor az a rész, ami egyébként most is felhasználható, leköthető, az bőven elegendő a következő évre, azt követő évre, csak addig meg kell egyeznünk a bizottsággal. Köszönöm szépen. Origo. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Kovács András Rigó. Két kérdésem lenne az uniós forrásokkal kapcsolatban. Az első, hogy Navracsics miniszter említette, hogy további teljesítések várnak az országgyűlésre. És ennek fényében az országgyűlés várhatóan fog ülésezni januárban, februárban. Az elmúlt években mindig február közepén kezdődött, hogy előre hozzák el most a tavaszi ülést ennek fényében. Nincs rá szükség, a menetrendünk egyébként előre megismerhető dátumokat tartalmaz, és az nem teszi szükségessé rendkívüli ülésszak megtartását. A másik kérdésem, hogy ennek fényében, a mai brüsszeli döntés fényében körülbelül jövőre mennyi uniós forrás érkezhet Magyarországra? Készült erről már számítás? Ugye korábban egy 7 milliárd eurós összeg hangzott el. Változott ez most a mai döntés fényében? Körülbelül a következő évben 2500 milliárd forintnyi uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből 1500 milliárdnak már most sincsen semmilyen akadálya, és további 1000 milliárd is úgy tűnik, legalábbis most az erre felfogadásával és majd a partnerség megállapodás aláírásával, hogy ott is elhárulhatnak az akadályok. Kétségkívül a mi várakozásunk is az, hogy ez inkább a második fél évben lesz, de ez gondot nem jelenti, ráadásul nálunk előfinanszírozási rendszer van, tehát az európai uniós programok azok haladhatnak, ez ilyen szempontból csak egy pénzügytechnikai kérdés. Hogy a nagyságrendet érzékeltessük, mert láttam a sajtóban őszinte és kevésbé őszinte aggódást, a kormánynak a többször, ennek a pénznek a többszöröséről kell gondoskodni ahhoz, hogy a rezsicsökkentést fenntartsuk. Tehát a magyar költségvetés stabil, a magyar gazdaság fundamentumai is stabilak, és a költségvetés finanszírozásánál ez úgy tűnik, hogy nem hogy nehézséget nem fog jelenteni, hanem még a vártnál is nagyobb segítséget jelent ez alá. A problémánk inkább az energiaárakkal és az energiaárak miatt megnövekvő kiadásokkal van. Köszönöm szépen. RTL Klub. Köszönöm szépen, Tárkányi Zsolt vagyok az RTL Híradótól. Navracsics miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy összességében sikeresnek vagy kudarcosnak ítéli a tárgyalásokat? Összességében sikeresnek ítélem, ha évvégéig sikerül a két megállapodást aláírnunk. Tehát megvan a partnerségi megállapodás, el vannak fogadva az operatív programok, és elfogadja a tanács a Magyar Nemzeti Újjáépítési Tervet, akkor sikeresek a tárgyalások. Ezt a célt tűztük ki magunk elé júniusban. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor ön maradna a posztján? Hát azt meglátjuk, hogyha azért nem sikerül, mert részegen megyek el egy tárgyalásra, halálra sértegetem a tárgyaló partnereimet, majd utána bedobom az egyik biztosnak az ablakát, akkor lehet, hogy lemondanék, de hogyha én mindent megtettem a képességeimhez mérten, hogy teljesüljön, ám mások más hozzáállásából adódóan nem sikerül, akkor nem valószínű. Értem, a mai sajtótájékoztatón a bizottság több tagja is beszélt. Itt ugye arról beszéltek, hogy jó az irány, amit a magyar kormány elindult, de szerintük nem sikerült célba érni, illetve hogy sajnálatosan nem hajtottak végre minden olyan kockázatot, nem kezeltek minden olyan kockázatot, amik kifogásként merültek fel. Itt konkrétan felhozták az ügyészségi vádemelések ügyét, az integritás hatóságot is konkrétan. Ezeken a területeken, vagy akár más területeken várhatóak még további korrekciók a közeljövőben? Köszönjük a biztatást a bizottságnak, ezen az úton kívánunk tovább haladni. Azért nem értünk célba, mert még nem itt húzódik a cél. Mint említettem, az általunk meghatározott menetrendben, amit egyébként a bizottság is ismer, sőt jóvá hagyott, hiszen közösen állapítottuk meg, még jócskán vannak határidők. Tehát ez olyan, mintha lefújnák a futóversenyt két körrel a cél előtt. Még nem vagyunk a célnál. Úgy gondoljuk, és remélem a bizottság is úgy gondolja, hogy az eddigi teljesítményt értékeljük. Egyébként folyamatosan kapcsolatban vagyunk a bizottsággal. És éppen azért vagyunk folyamatosan kapcsolatban a bizottsággal, hogy elkerüljük azt a vitát, ami most Lengyelország és a bizottság között van, ami egy kicsit a süketek párbeszédére hasonlít, amikor sértetten üzengetnek egymásnak. Mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, mert az az érzésünk, hogy vannak félreértések, vagy félreértelmezések a teljesítések kapcsán. Ezeket tisztázni fogjuk, és ahol szükséges, ott újabb kompromisszumokat kötünk, ahol pedig a félreértéseket el tudjuk oszlatni, ott pedig tovább megyünk, és reméljük, hogy 23-ra már minden rendben lesz, és a felfüggesztést felfüggesztik. A teljesítések kapcsán a bizottság határidőket, vagy úgynevezett ilyen szuper mérföldköveket jelölt ki, szám szerint több mint 10-17-et talán. Azzal egyetért, hogy ezzel a magyar kormány a pénzek felhasználásában jóval nagyobb szigor alatt tevékenykedhet a következő években, mint ahogy tette azt mondjuk az elmúlt években.
De én úgy gondolom, hogy ez akár jó is lehet, hiszen az egész Európai Uniónak példát mutathat. Itt van például az integritási hatóság kérdése, ami számunkra új intézmény, de Olaszországban és Szlovéniában már működik. Most már 3 Európai Uniós tagállamban lesz ilyen. Én abban bízom, hogy a maradék 24 Európai Uniós tagállam is minél hamarabb be fogja vezetni ezeket. Egyébként, ha megnézik az Európai Bizottság által kiadott kiadványokat és értékeléseket, akkor általában a közbeszerzési eljárások tekintetében Magyarország a középmezőnyben szerepel, tehát én úgy gondolom, hogy ha szigorúbb szabályok lesznek, az nagyon jó példát fog mutatni más Európai Uniós tagállamoknak, és az egész Európai Uniónak a hasznára fog válni, hiszen transzparensebb és tisztább lesz a közbeszerzési eljárás rendszer az egész Európai Unióban. Értem, köszönöm, és nem tudom, Gulyás miniszter úr megengede még egy kérdést egy más témában. Ma 8 tanárt elbocsátottak, akik polgári engedetlenségbe fogtak. Számíthatnak-e további pedagógusok is elbocsátásokra? Változatlan a kormány álláspontja a kérdésben. Tehát mindenféle jogszerű tiltakozásra Magyarországon alkotmányos keretek között van lehetőség, és valóban van lehetőség, a jogszabályokat pedig mindenkinek be kell tartani, tanároknak különösen. Értem, köszönöm, nem tudom. Van-e lehetőség még? Bocsánat, nincsen. Pont most akartam kérni, hogy jó. Ha lehet, akkor köszönöm szépen a megértést. Heti TV. Breuer Press, Heti TV. Tegnap a miniszterelnök úr azt mondta, hogy a költségvetésben hiányzik azonnal 10 000, jól mondom, 10 milliárd euró. Honnét fogjuk ezt elővenni? A költségvetésben pillanatnyilag olyan hiánnyal számolunk, amit minden évben finanszírozással képesek vagyunk pótolni. Az Európai Uniós források miatt nem kell azzal számolni, hogy ne lenne elegendő forrás a következő évben. Mi azzal számolunk, hogy minden tervezett EU-s forrás be fog érkezni, de ha nem, az is csak egy a finanszírozással könnyen rendezhető kérdés. Ahol hiányoznak források, az a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges intézkedések, ott pedig eddig is különadókat vetettünk ki, és úgy gondolom, az idei évben is, ahogy tudtuk tartani az átlagfogyasztási rezsicsökkentést, úgy ez a jövő évben is fenntartható, valóban ehhez szükség van arra, hogy azok az iparágak, akik jelentős profitra tesznek szert ebben az időszakban, azok a közterviselésben is nagyobb szerepet vállaljanak. Tehát minimum az év végéig biztosítva vannak a rezsiköltségek és a különböző sapkák? Abban bízunk, hogy azok az intézkedések, amelyeket annak érdekében hoztunk, hogy az átlagfogyasztásig senkinek ne kelljen többet fizetni az áramért és a gázért, ezek fenntarthatóak lesznek. A ársapkákról pedig a kormány mindig egyedileg külön-külön határozott, és mindig elmondtuk, hogy a szándékunk az, hogy a lehető legtovább fent tudjuk tartani. Mindig az a kérdés, hogy azokból a termékekből, amire ársapkát vetettünk ki, abból áll-e elég rendelkezésre. Amíg az ellátás biztonság szavatolható, addig ezek az intézkedések fenntarthatóak. Utolsó kérdés önhöz. Elsőjén van az ECSZ világnapja. Miért nem szűrik nálunk a terhes anyákat, hisz ezzel egy csomó életet meg tudnánk menteni? Természetesen, hogyha ilyen javaslat van, akkor az egészségügyi kormányzat ezt meg fogja vizsgálni, és hogyha ez jobb eredményre vezet, vagy bármennyiben nagyobb mértékben szavatolja akár a születendő gyermek, akár az édesanyák egészségét, akkor nincs akadályának, hogy bevezessük. Navracsics miniszter úr, több alkalommal láttam már a lengyel tárgyalásokat vezető minisztert, és úgy tűnik, mintha idáig már ők is eljutottak volna, és mégsem kaptak pénzt. Mi a biztosíték, hogy ha mi is eljutottunk idáig, hogy meg is fogjuk kapni ezt a pénzt? Mi tovább is el fogunk jutni, abban bízom, egészen odáig, hogy megkapjuk a pénzt. Ön elkezdett foglalkozni az egyházakkal is, mennyi tárgyalt, ez jelent meg a médiába. Milyen értelemben kezdtem el foglalkozni az egyházakkal? Tárgyalt az egyházak. Futott végig rajta. Ezt olvastam az egyik Ugyan? Magyar írott médiában. Tárgyaltam egyházakkal? Kérdezem én. Az lehet, hogy arra gondol, hogy stratégiai partnerségi megállapodást kötöttünk egyházakhoz is kötődő civil szervezetekkel, de más civil szervezetekkel is. Ennek az a célja, hogy a jogalkotási törvény értelmében kötelezővé tett társadalmi konzultációt rendezettebb, intézményesítettebb keretek közé tereljük. 2 héttel ezelőtt egyetemekkel írtunk alá a megállapodást, most civil szervezetekkel tegnap, és arra készülünk, hogy januárban még egy kör olyan civil szervezetek, illetve egyetemekkel írunk alá stratégiai megállapodást, amely egyrészt az általunk készített jogszabálytervezetek intézményi egyeztetését jelenti, másrészt pedig a stratégiai kérdésekben is egyfajta fórumot hoznánk, vitafórumot hoznánk létre. Elképzelhető, hogy az összes ismert, bejegyzett egyetem, illetve egyház ebbe bele fog férni?
Egyházakkal konkrétan nem állapodtunk meg, egyházhoz köthető civil, tehát például a katolikus karitásszal, a református szeretetszolgálattal, az ökumenikus szeretetszolgálattal, ilyenekkel kötött megállapodás. Szedek, Iványi és itt Nem. Akkor másról beszélhetünk, azt nem tudom, hogy akkor pontosan miről van szó. Egyetemekkel igen, kívánunk mindegyikkel kötni megállapodást. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, Mandiner. Köszönöm szépen, Baranyi Robert vagyok a Mandinertől. Azt szeretném kérdezni, hogy a tanácsban még lehet bármilyen akadálya annak, hogy végre pont kerüljön a helyreállítási alap forrásainak lehívásához? Ugye ott még lesz egy szavazás. Hát hogyne? Hát a tanács fogja elfogadni valójában a bizottság javaslatát, vagy változtatja meg. Tehát ott lesz egy vita, és lesz egy szavazás. Mi abban bízunk, hogy a tanácsban az a pont biztosan nem fog változni, amely a magyar helyreállítási nemzeti terv elfogadását tartalmazza, a többi akár változhat is. Ugye mindig felmerül azért az a kérdés, hogy Brüsszelnek lehetnek-e megint következő követelései még a forrásokkal kapcsolatban, vagy ez most már nem lehet tovább? Hát ugye tehát azért hangsúlyozom azt, hogy folyamatos tárgyalási folyamatban vagyunk az Európai Bizottsággal, mert egyrészt a meggyőződésem szerint ez megakadályozza azt, hogy a kommunikáció hiányából adódóan csökkenjen a bizalom a két tárgyalófél között, másrészt pedig, ha felmerül bármilyen probléma, viszonylag hamar tudjuk még ezeket kezelni. Ennek része a részünkről az is, hogyha mi valamilyen új állásponttal rendelkezünk, akkor azt először a bizottsággal közöljük, és csak utána a nyilvánossággal. Az Európai Bizottság az utóbbi időben egy kicsit más kommunikációs politikát folytat, először az újságírókkal közli, utána velünk. De ez nem ok arra, hogy emiatt ne folytassuk a tárgyalásokat. És a tárgyalások során mindig előjöttnek újabb észrevételek. Mi is jövünk elő egyébként új témákkal, amikről úgy látjuk, hogy megoldandó, módosítani kell esetleg, nem életszerű, elképzelhető, hogy azok közül a megoldások közül, amelyben most megállapodtunk, a végrehajtás során derül ki, hogy valami mondjuk nem életszerű, vagy nem úgy érvényesül, ahogyan azt elvártuk, akkor természetesen módosítunk, illetve újra tárgyaljuk ezeket. Köszönöm szépen. ATV. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től, és Navracsics miniszter úrtól kérdezném, hogy biztos-e abban, hogy még december 31-ig, szilveszterig alá tudják írni a partnerségi megállapodást, vagyis a költségvetési kohéziós források is megérkeznek, és mire alapozza ezt? Erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha rajtam múlik, akkor biztos vagyok benne. Abban a részében biztos vagyok, ami rajtam múlik. De természetesen ez nem csak rajtam múlik. Én nagyon bízom benne, az Európai Bizottságnak is érdeke az, hogy elkerülje, hogy bármely tagállamnál indoklás nélkül, vagy indokoltság nélküli forrásvesztés előforduljon. És ha van is vita esetleg egyes pontokban a végrehajtást illetően a bizottsággal, de abban nincs vita, hiszen a bizottság értékelés alátámasztja azt, hogy jó irányban haladunk, és az eddig megtett munka, az eddig megtett út megalapozza azt, hogy forrásvesztés nélkül jussunk hozzá az Európai Uniós forrásokhoz. Úgyhogy bízom benne, hogy meg lesz a másik oldalról is az aláírási készség. Azt pedig Gulyás miniszter úrtól szeretném kérdezni, hogy a parlamentnek akkor ezek szerint a rendes tavaszi ülésszakban hány törvénymódosítást kell elfogadnia. Azt már mondta miniszter úr csütörtökön a háttérbeszélgetésen, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatban úgy sarkalatos törvényről, kétharmados törvényről van szó, melyek ezek a jogszabályok, amiket módosítani kell. Én egyenlőre ezt látom az egyetlen biztos pontnak. Mert az melyik törvény? A bírósági szervezeti törvény az, amit módosítani kell, de az összes többi kérdés az olyan, hogy vannak, ahol a bizottság elmarasztaló megállapításai félreértésen alapulnak, vannak olyanok, amelyeket nem vállaltunk és válaszként kérik számon, de én ezeket nem látom olyan nagy súlyú kérdéseknek. Tehát ha valaki megnézi azt, hogy a
bizottság milyen intézkedéseket fogadott el, akkor azt látja, hogy a magyar intézkedések nagyon nagy részét elfogadta. Ami fennmarad, annak van egy része, ahol csupán arra nem voltak tekintettel, hogy bizonyos szavazások, egyes törvényekről való szavazások, azok még hátra vannak, és december 7-én az országgyűlés ezekről szavazni fog és elfogadja. Tehát az megint azt jelenti, hogy egy csomag megoldódik. És akkor a többi félreértést, véleménykülönbséget tisztázni szükséges. Az biztos, hogy olyan nagyságrendű törvényalkotásra már nincs szükség, mint amilyenre az őszi ülésszakban szükség volt. Egyedül az igazságszolgáltást érintő törvénycsomag az, amik még szintén nem egy nagyon hosszú, a rendszert alapvetően átalakító, de azért fontos módosításokat tartalmazó törvényjavaslat lesz. Most, hogy már látják az Európai Bizottságnak az ajánlásait, mit tudnak mondani a mai tudásuk szerint, hogy ugye azt mondták, hogy a kormány az uniós pénzek érkezésétől teszi függővé a pedagógus béremelést. Most mit tudnak mondani, hogy januárban a már korábban beígért 10%-os emelés lesz, vagy az új menetrend szerint a 21%-os? Ez csak a bizottságtól függ. Tehát, hogyha a partnerségi megállapodást sikerül aláírni. És decemberig? Vagy meddig? Decemberben természetesen, de az a jelenlegi tervek szerint erre jó esély van. Ha sikerül aláírni, és nincs olyan ok, amelyre tekintettel abból a programból, amiből a pedagógusok bérét finanszíroznánk, ez az EFOP, hogyha az EFO pluszból is a pénzekhez hozzájuthatunk januártól, akkor természetesen január 1-jével a béremelésre sor kerül. Ezért mondom, hogy ezen a területen kifejezetten káros az, amit a magyar baloldal maguknak, magának megenged, mert könnyű Brüsszelbe járni nettó 6 millió forintos fizetéssel, és küzdeni az ellen, hogy a tanárok béremelést kapjanak. Pillanatnyilag ez történik, a magyar baloldal ennyivel járult hozzá ahhoz, hogy az ország megkaphassa, vagy éppen ne kaphassa meg a nekünk járó pénzeket. Ha az Európai Bizottságban megvan a kellő belátás, bölcsesség és a partnerség megállapodást követően semmi akadálya nincs annak, hogy januártól ezek a pénzek megérkezzenek, akkor már januártól a pedagógus béremelés megkezdődik. Amit az állami költségvetésben egy ilyen nehéz évben garantálni tudunk, az a 10%-os emelés, de azt szeretnénk, hogy a korábban bejelentetteknek megfelelően már januártól több mint 20%-kal tudnánk a pedagógusok bérét emelni. Csak a bizottságon múlik. Azt pedig mindkettőjüktől kérdezem, hogy van-e már pontos időpontja a helyreállítási magyar tervdokumentum aláírásának, és hogy van-e arról információjuk, hogy Ursula von der Leyen eljön-e Budapestre? Még a tanácsnak dönteni kell. Ugye a tanács sajtóhírek alapján legvalószínűbb, hogy december 12-én fogja tartani ezt az ülését, ahol dönt arról, hogy elfogadja a magyar... Most a pénzügyminiszterek tanácsáról beszélünk, az ECOFIN-ról. Igen. Ugye a bizottsági javaslat az, hogy fogadják el, de azért óvatosságból várjuk meg itt a szervezéssel, amíg a tanács elfogadja valóban. Utána tudunk erről beszélni. Egyet hozzá kell tenni, egyhangú, ami ismereteink szerint egyhangú bizottsági döntésről van szó, és a magyar terv 11 kategóriában minősítik a tervet, 11-ből 10-ből A, tehát a legjobb minősítést kapta, és egyben B-t, de abban a minősítésben senki, egyetlen ország sem kapott át. És arról az információról, hogy nem biztos, hogy jön Ursula von der Leyen Budapestre, önök hallottak, vagy ezt hogy értékelnék? Ha? Most öntől hallottunk. Én a Szabad Európán olvastam ezt. Melyik évtizedben? Szeretném kérdezni kormány szóvivő asszonyt, hogy más témában egy kérdést föl lehet-e még tenni. A végén én azt javasolnám, hogyha lesz még idő, hogyha... A nyugdíjasokról szeretnénk kérdezni, a nyugdíjemelésről. Mai ülésen foglalkozik vele a kormány. Akkor most még nem tudjuk, hogy az 5,2%-hoz képest 13-14 vagy 15%-os lesz. Mai ülésen dönt erről a kormány. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pestisrácok.hu. Köszönöm szépen. Pestisrácok.hu. Egy gyors, rövid kérdést szeretnék azzal kapcsolatban föltenni, hogy szó volt arról, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag olyan kényszerhelyzet előtt is állhat, hogy a visszahívást is, tehát a visszahívását is egy aláírásgyűjtés már megpedzegette, hogyha a magyar kormányt, illetve Magyarországot ezek a szankciók nem sújtják kellő mértékben. A következő időszakban kell-e attól tartani, hogy az Európai Bizottság hasonló nyomás alá kerül, hasonló nyomás alatt tartja esetleg az Európai Parlament, és hogy ennek milyen következménye lehetne?
azt már többször megismertettem önöket azzal a véleményemmel, hogy az Európai Parlamentben a szerződéseknek semmi jelentősége nincs, ugyanakkor a frakciók jó részénél és a képviselők jelentős részénél nyílt magyar gyűlölet van, amit leginkább azok a képviselők keltenek, akik egyébként a Magyarországról nyerték el a mandátumokat, és a magyar baloldal színeiben egyik vagy másik frakcióban hergelik a többséget az ország ellen. Hogy mennyire válik ennek túszává a bizottság, mi azt reméljük, hogy nem, de azt sajnos nem lehet kizárni, hogy egyes ügyekben, egyes biztosoknál, amikor azt kell megítélni, Magyarország teljesítette egy vállalást, akkor ez játszhat szerepet abban, hogy a bizottság akár szigorúbb vagy ilyen szigorúbb mércét alkalmaz Magyarországgal szemben. Látszik, hogy a bizottság megkísérelte átvágni a gordiuszi csomót, és nem a kondicionalitási eljárást zárta le. Noha úgy gondoljuk, hogy a vállalásaink teljesítése alapján akár azt is megtehette volna, hanem a helyreállítási terv, a nemzeti helyreállítás terv elfogadásáról döntött. Köszönöm szépen, és még egy nagyon gyors kérdés, egy mai közlemény szerint a vasúti árufuvarozók vártak egy kormányzati döntést, ami elmaradt, ami arról szólna, hogy a pályahasználati díjat elengedje a kormány a csökkentések, tehát hogy a terheiket csökkentsék, és hogy miért maradt el ez a kormányzati döntés, azért esetleg, mert most ugye nagyon ilyen, tehát hogy nagyon sok jogszabályt kellett meghozni a kormánynak. Igen, tart még a kormányülés, tehát végeredményt nem hirdetnék a kormány döntéseiről. Köszönöm szépen. 24.hu, és majd a témára kérem szépen, hogy mindenki figyeljen oda. Jó, köszönöm, Kerner Zsolt, 24.hu. Én több rövid és lényegtelettörő kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, hogy kaptak-e technikai részleteket a bizottságtól a mai döntésről. Ezt azért közben kiderült az, hogy hogyan lehet kijönni a pénzek befagyasztása alól pontosan. Talán is a felfüggesztés szót használnám, azért, mert az angol hivatalos szóhasználat is ez. És az alól hogyan lehet kijönni? Mivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, vagy próbálunk folyamatosan kapcsolatban lenni a bizottsággal, ezért folyamatosan egyeztetünk is. Ezért, mint már említettük, nekünk úgy tűnik, hogy néhány pont esetében, amit a bizottság aggodalomként vagy aggályként fogalmazott meg, egész egyszerűen félreértésről vagy eltérő interpretációról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a bizottság megmondta nekünk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a felfüggesztés megszűnjön, hanem arról van szó, hogy az eddigi végrehajtási folyamatot közösen tekintjük át, és értelmezzük az esetleg felmerülő nézeteltéréseket, vagy problémákat. Ilyen értelemben igen, kapcsolatban vagyunk velük. Ha egy példát mondhatok, a vagyonnyilatkozati szabályozást nem elfogadtunk, a bizottság azt mondja, hogy ez nem teljesen egyértelmű, hogy kiterjed-e esetleges külföldi ingatlanra is. Szerintünk teljesen erős, hogy minden ingatlanra kiterjed. Akkor ezt már megnyugtatjuk a bizottságot majd, hogy természetesen kiterjed. Ha nem elegendő, akkor feltüntetjük, hogy igen, ez a külföldi ingatlanra is kiterjed. Tehát azért mondom, számtalan az ügy súlyához képest egészen csekély technikai kérdés, jó indulattal akár már rendezetnek tekinthető, de minimális egyeztetési készséggel, ami szerintem mindkét félben megvan, nagyon gyorsan rendezhető ügyekről van szó, vagy vannak nagyon ügyekről van szó, amelyek egyáltalán fennmaradtak most még vitás kérdésként. De azt hiszem, hogy nem kérdeztem akkor elég pontosan. Tehát elég zavarosan mondták el a sajtótájékoztatón a bizottságtól azt, hogy mi ennek a vége ennek az egész mechanizmusnak. Ugye úgy néz ki, mintha összevonták volna a két mechanizmusnak a lejáratát ezzel a 27 elvárással, köztük a szupermérföldkövekkel, és hogy a jogállami mechanizmus, a kondicionálási mechanizmus alól is azzal tud-e kijönni a kormány, hogyha teljesíti a 27 mérföldkövet, köztük a szupermérföldköveket, és ezt márciusban megvizsgálja a bizottság és a tanács, és úgy döntenek, hogy kiengedi. Mind a két eljárás alól azzal jön ki a magyar kormány. Nekünk is ez az értelmezésünk, de valószínűleg ezt a holnap déli sajtótájékoztatón Brüsszelben meg tudja kérdezni a bizottságtól. Felírtam, köszönöm. Mikor lesz a tanácsülés? December 6-án szavaznak erről, lehet-e már tudni? Úgy tudjuk, hogy december 6-án lesz egy ECOFIN, és most azt hallottuk, hogy a cseh elnökség azon gondolkozik, hogy december 12-én lenne egy másik ECOFIN, és annak a napi rendi pontján szerepelne esetleg. Van-e előzetes információk arról, hogy ki nem fogja támogatni ezeket a javaslatokat? Tehát adott esetben ki lesz az, aki nem szavaz arra, hogy Magyarországot a kondicionálási mechanizmus alól ne engedjék ki? Hogy szavaznak a lengyelek és az olaszok majd ebben a kérdésben? Ezt várjuk meg szerintem a tanácsülést. Jó, azt a visegrádi négyeken belül mennyire érzik a szoros szövetség folytatásának, hogy a legykák szerint a cseh elnökség úgy szervezi majd az ECOFIN-t, hogy előbb kelljen szavazni azokban az ügyekben, amikben Magyarország eddig vétóval fenyegetett, és csak utána lehet szavazni Magyarországnak járó pénzekről.
visegrádi négyek egysége megbonthatatlan. És ha szabad még egy mondatot hozzáfűzni, különböző ügyeket az egész Európai Unió működése azon alapszik, hogy különböző ügyeket nem kapcsolunk össze egymással. Tehát... Ha jól értem, akkor ez történt a jogállami humanizmus és a RRF ügyében is egészen pontosan? Nem, ez történt. Hát az RRF-ben egy mérföldkőként írták elő, amit tudtunk, és nyilvános információ is volt, hogy bizonyos hatáskörű módosításokat a bírósági szervezeti törvényben hajtsunk végre. De ezt ismertük eddig, de ez RRF-hez kapcsolódik. Igen, Navracsics miniszter úr az előbb mondta, hogy az ő értelmezése is az, hogy ez kell a kondicionálási mechanizmus megszüntetéséhez is. De akkor föltüntetik mindkét helyen. Tehát azt nem csinálják, hogy az RRF-re utalnak, hanem akkor azt mondják, hogy ez itt is és ott is. Ezért van egy más ügyel, nem tudom, globális műmadó, nagyon fontos, tárgyaljuk meg, de különböző ügyeket az Európai Unió működésének az alapvető szabálya, hogy nem lehet és nem szabad összekötni, mert onnantól kezdve nem lesz működőképes az Unió. Sőt, maga a bizottság. Bocsánat, csak maga a bizottság kérte korábban, hogy ne legyenek összekötve semmilyen formában a tárgyalások. Nekünk ezért kellett három vonalon tárgyalni folyamatosan, ugye jogállamisági feltételességi eljárás, újjáépítési alap és kohéziós pénzek kapcsán is. Két rövid kérdés még. Mikor lesz nyilvános a frissített terv, amit elfogadtak, vagy a bizottság elfogadásra ajánlott, és élnek-e a hitelkomponens lehetőségével? Abban a pillanatban nyilvános, hát reményeink szerint mi már eddig is nyilvánosságra hoztuk volna, eddig a tárgyalások során kérte a bizottság, hogy ne hozzuk nyilvánosságra a még el nem fogadott nemzeti tervet. Ezért ennek a logikája alapján abban a pillanatban nyilvános lesz, amint a tanács elfogadja a nemzeti tervet. És a hitelkomponens? Hogy mikor döntünk el? Hát, hogy ilyen. Szóval három nyaráig ráérünk dönteni. Jó. Utolsó kérdésem akkor az lenne, hogy a három befagyasztani tervezett programon belül mennyi pénz menne a pedagógus bérekre? Semennyi. A pedagógus bérek az EFOP-ból lennének. Amit nem terveznek befagyasztani. Akkor miért feltétele a befagyasztás elkerülése annak, hogy nem feltétele, nem is mondta. Csak óvatosak vagyunk. Világosan mondtam, hogy ha és amennyiben az EFOP program elindulhat január 1-ével, és azok a pénzek rendelkezésen is Magyarország felhasználhatja, akkor januárban az ígért pedagógus béremelés az ígért mértékben be fog következni. De akkor ugyanek nincsen Európai Bizottsági feltétele mostantól, hiszen nincsen... Reméljük. Bízzunk benne, de ezt mindaddig nem tudhatjuk, amíg nincs aláírt partnerségi megállapodás. Jó, köszönöm szépen. HVG. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Lengyel Tibor, hvg.hu. Aki csak ezt a mai tájékoztatót hallgatja, annak úgy tűnhet talán, hogy ez volt az eredeti menetrend, tehát, hogy idén még pénzeket felfüggesztenek, és a jövő év első fele nagyjából még azzal fog telni, hogy ezekért plusz vállalásokat, vagy egyéb vitákat rendezünk ezeknek a felfüggesztéséért. De azért nem egészen erről volt szó, viszont Navracsics miniszter úr az imént azt mondta, hogy a lemondása, benyújtása nem gondolkodik, mert ő a maga részéről mindent megtett. Akkor ki az, akin nem ez a menet? Ki múlt az, hogy nem az eredeti menetrendnél tartunk? De az eredeti menetrendnél tartunk. Ha elolvassa az Országgyűlési Bizottságnál miniszterjelölti meghallgatásomkor mondottakat, akkor is azt mondtam, hogy az a célunk, hogy év végéig elérjük azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. Most úgy tűnik, hogy ugye évvégéig ezeket nem fogjuk maradéktalanul elérni. De hát hogy ne érnénk át? Most elnézést, de erről beszélünk, hogy az Európai Bizottság most először mondta ki, hogy a nemzeti újjáépítési tervet elfogadásra, hát bocsánat, a másik pedig a kohéziós pénzek, ahol pedig decemberben úgy néz ki, hogy alá tudjuk írni a partnerségi megállapodást. A felfüggesztés viszont megmarad. De akkor nem érti nyelvtanilag, amit mondtam, ne haragudjon. Én azt mondtam júniusban is, hogy évvégéig elérjük azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy hozzáférjünk az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek a megállapodások teszik lehetővé, hogy hozzáférjünk az Európai Uniós forrásokhoz. Ez szerintem szemantika, hermeneutika, mit mondjak még? Hát ezen sokat nem kell vitatkoznunk szerintem. Akkor milyen források felfüggesztésének a felfüggesztett, milyen források elérése múlik azon, amiket, ahogy az előbb szó volt, még a jövő évben fog a parlament tárgyalni. Tehát akkor matematikázzunk egy kicsit, mert hogyha 65%-ot felfüggesztenek három operatív program esetében, az azt jelenti, hogy 35% ezekben is
hozzáférhető. Világos. És 100% pedig a többi operatív program esetében, ugye? Tehát akkor nyilvánvalóan hozzáférünk az Európai Uniós forrásokhoz. Ami a jövő évet jelenti, az azt, hogy befejezzük a vállalásoknak a végrehajtását, ennek következtében a három operatív program esetében a 65%-os felfüggesztés, ami nem forrásvesztést jelent, mert az a pénz a miénk marad, és a jövő évre vonatkozóan még tényleges veszteséget sem jelent, semmilyen formában, tehát ugyanúgy tudnak jönni az uniós források, ennek a felfüggesztését is megszünteti a bizottság. Ebben bízunk. Világos, ez egy rosszabb forgatókönyv, mint amiben eddig bíztak. Nem. Most ne haragudjon, de kezdjük előről. Tehát júniusban az országgyűlés bizottságán, a miniszterjelölti meghallgatásomnál azt mondtam, hogy abban bízunk, hogy évvégéig elérjük azokat a megállapodásokat, amelyek megnyitják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. Elérjük, úgy néz ki, elérjük. A kulcsa megnyitják szón van akkor. Lényeg az, hogy akkor a jövő év egy része... Más iskolába jártunk, azt hiszem. Ha egy mondatot megenged, akkor igyekszünk, talán abban is különbözünk az európai politikai elittől, hogy igyekszünk viszonylag nyíltan és őszintén beszélni. Ezért mondtuk el azt az elején, és valóban az egymás közti beszélgetéseinket is, ha felvenítjük, akkor ezek így zajlottak le, hogy mindig is azt feltételeztük, június vagy mondjuk inkább azt, hogy augusztus végéig, hogy jó esetben a nemzeti helyreállítási tervről meg tudunk állapodni a bizottsággal, és aláírjuk az operatív programokról szóló partnerségi megállapodást. És a kondicionalitási eljárás pedig egyfajta damoklész kardjaként majd részben az európai parlamenti igényeket is kielégítve, meg a magyar baloldal igényeit is kielégítve, az az ország feje fölött fog lebegni. A bizottság ezt egyszer megfordította, nem mi, a bizottság szeptemberben. És kvázi ezt tette a másik két megállapodás feltételévé. Most ezt megfordította. Nem zárta le a kondicionalitási eljárást, hanem megfordította. A nemzeti helyreállítás tervet elfogadta, sőt a legjobb tervként fogadta el az Európai Unióban az ő minősítésük szerint, és emellett pedig aláírásra kész, a mi részünkről aláírásra kész, és a bizottságtól is azt a jelzést kapjuk, hogy elvi akadálya úgy tűnik, hogy nincsen a partnerség megállapodás aláírásának. Értem, akkor úgy kérdezem, hogy mikorra becsülik azt, hogy a még jövő évben a tavaszi ülésszakban elfogadott további jogszabályi módosítások, apróságoknak a kezelése után mikor lehet a felfüggesztést feloldani? Navracsics miniszter úr. Tekintettel, hogy ez nem rajtunk múlik, ezért ezt megint csak azt tudom mondani, hogy kérdezzék meg az Európai Bizottságot, mi abban bízunk, hogyha március vége, ha jól emlékszem, az utolsó olyan határidő, amire még teljesítendőt vállaltunk, hogyha március végén leülünk a bizottsággal, végigtekintjük a teljesítési folyamatot, akkor az Európai Bizottság is azt mondja, hogy valóban teljesítettünk minden előre kitűzött vállalást, és ennek következtében javasolni fogja a tanácsnak, hogy felfüggessze a felfüggesztést. Mondjuk, de lehet, hogy ez májusban lesz, lehet, hogy júniusban. Jelenleg elméleti jelentősége van csak a felfüggesztésnek, egyrészt azért, mert a költségvetés finanszírozza, eddig is már a top GINOP esetében már voltak pályázatok kiírva, vannak nyertesek, ezt a költségvetés finanszírozza. Másrészt pedig, mint említettem, ebben a három operatív programban, ugye a többit nem is érinti az egész. Ebben a három operatív programban is még a meglévő 35%-ra, ami nincs felfüggesztve, ott is tudunk írni pályázatokat. Tehát adott esetben tud menni tovább a dolog. Igazából nem érzek itt komoly problémát. Rendben. Mennünk kell tovább, bocsánat, mert a többi kolléga még nem jutott szóhoz. Jó, rendben, köszönöm. Index. Kasztás Gábor, Index. Én Navracsics miniszter úrtól kérdezném még azt, hogy mik azok a vállalások, amik még fennmaradtak. Lehet erről tudni részleteket, hogy mik azok, amik a magyar kormánynak még teljesítenie kell ahhoz, hogy a célt elérjék, ahogy miniszter úr is mondta, és minden forrás megérkezzen. Például, ami a jogállamisági feltételességi eljárásból még hátra van, az antikorrupciós munkacsoport létrehozása, itt azt hiszem december 15 a határidő, ha jól emlékszem. A korrupció ellenes stratégia megújítása, csalás ellenes stratégia megújítása, ha jól emlékszem. És ugye most az újjáépítési alappal kapcsolatos mérföldköveknél van az igazságszolgáltatás függetlensége, ahol egy március végi határidőnk van. Nagyjából ezek. Ha egy szimbolikusan nézzük is, mondjuk egy 100 méteres sífutáshoz hasonlítjuk ezt az egész folyamatot, akkor most a magyar kormány hány méternél tarthat?
Hát feltéve, hogy 100 méternél tényleg vége lesz a futásnak, akkor mondjuk 90 méternél tartunk. Gulyás miniszterelőtől kérdezném, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nyilatkozta ma azt az Indexnek, hogy veszélyben lehet az üzemanyag ársapka, hogyha valóban ellátási hiányosság lépett fel az országban. Ugye az ársapka január 1-ig él. Egyetérte ezzel, mi a véleménye erről, és mikor születhet kormánydöntés arról, hogy ez az ársapka ez felmarad a jövő évben is? Mi az ársapkákról meghatározott rendben döntünk, ahogy ön is említette, utóbb december 31-ig hosszabbítottuk meg, de a minden meghosszabbításnál azt is elmondjuk, hogy ez a kormányzati szándékot is kifejezi, mert akkor vagyunk kénytelenek változtatni, hogyha az ellátás biztonság kerül veszélybe. És most valóban aggasztó hírek vannak. Részben hatályba lépnek ugye a szankciók december 5-ével, részben pedig azt látjuk, hogy a MOL Százhalombattai gyárában is vannak olyan meghibásodások, ami a finomítói tevékenységet mérsékli. Úgyhogy valójában itt a MOL-nak kell arra egyértelműen választ adni, hogy az ország ellátását, dízel és általánosságban üzemanyag ellátását, dízel és benzin ellátását, az képes garantálni vagy sem. Ugye a Magyarország annak köszönhetően tudta eddig is a ársapkát bevezetni a dízelre és a benzinre, mert képesek voltunk előállítani, a MOL döntően képes volt előállítani a szükséges mennyiségű üzemanyagot. Hogyha nem, és importot kell, importból kell behozni, akkor nyilván az importára az lényegesen drágább. Tehát az a kérdés, hogy meddig tudjuk biztosítani az ország benzin és dízel ellátását. Ha a MOL erre képes, akkor nem kell változtatni. Hogyha olyan körülmények állnak be, beleértve a december 5-én hatályba lépő szankciókat is, hogy nincs elegendő benzin és gázolaj, akkor kell lépni. Még a szociális törvény módosítása. Uniós források a mostani sajtótájékoztató témája, jó, ha hadd kérjem, hogy ha még ebben a témában van kérdés, akkor tegye fel egyébként pedig. Két rövid kérdés, más témában. De más témában most sajnos nincs mód, így is kérdezett már egyet. Jó, menjünk akkor tovább. A következő kérdező, Magyar Fórum. Köszönöm, Medvecki Attila, Magyar Fórum, magyarforum.info. Cseh Katalin és társai nyíltan úszítottak hazánk ellen az EP-ben, hogy ne kapja meg hazánk a neki járó forrásokat. Van-e valamilyen jogi alapja ennek a megakadályozására, vagy marad az erkölcsi elítélés, avagy megítélés? Miután Cseh Katalin egy választott képviselő, akit az európai parlamenti választáson a magyar választók bizalmából nyert el a mandátumát, ezért az ő tevékenységét is meg kell majd ítélni 24-ben, és ennek megfelelően javaslom megítélni. Valóban a magyar baloldal minden határt átlépett az elmúlt hónapokban, és miközben Cseh Katalin is nettó 6 millió forintot keres, azért küzd, hogy a tanárok ne kaphassanak 440 ezer helyett 800 ezer forint bruttó fizetést. Ha jól emlékszem, Gulyás miniszter úr nemrég azt jelentette ki, hogy a jövőben elhatárolod, tehát jövőben már az akadályok elhárulnak, és megkapjuk a forrásokat, de az EP-ben, ha ilyen nagyfokú támadást intéznek ellenünk, hazánk ellen a globalisták, akkor ez nem gátolhatja meg? Önmagában az Európai Parlamentnek semmilyen szerepe nincs azokban az eljárásokban, amelyekről most beszélünk. Tehát se a kondicionalitási eljárás kapcsán, se a partnerségi megállapodás, se a helyreállítási alap kapcsán az Európai Parlamentnek nem osztottak lapot. Nyilván az Európai Parlament próbálja zsarolni a bizottságot. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy a bizottság őrizze meg a szuverenitását és maradjon a szerződések őre. Hogy ez mikor, mennyire sikerül, azt esetre mindenki megítélheti. Kétségkívül Magyarország általában kénytelen legjobb szigorral találkozni, és ezt ez is okozza. De bízunk benne, hogy azért alapvetően a jog mégiscsak irányadó az Európai Unióban, és hogyha a bizottság a szerződések szerint jár el, és a tanács is, akkor előbb-utóbb Magyarország, méghozzá inkább előbb, mint utóbb minden nekünk járó pénzhez hozzájuthat. Köszönöm. Következő Telex. Köszönöm, Simor Dániel vagyok a Telex-től. Ugye a Gulyás miniszter úgy festette a helyzetet, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament tűzsa gyakorlatilag is ilyen nyomásgyakorlás alatt hozzák meg ezeket a döntéseket. Fordítva, azt mondtam, hogy az Európai Parlament törekszik arra, hogy túlszólítsa a bizottságot.
És akkor az Európai Parlamentben pedig a magyar ellenzéki képviselők akna munkáját véri felfedezni. Hát nem tűnik logikátlannak az a feltételezés, hogy egy-egy frakcióban, amikor egy-egy országról van szó, akkor annak az országnak a képviselőit kérdezik meg, és nekik van döntő szavuk az országot illető pozíció kialakításában. De ugye itt még majd az Európai Tanácsnak is meg kell szavaznia ezt a befogadást. Az Európai Tanács is az Európai Parlament nyomásgyakorlásának a hatása alatt fog szavazni? Várjuk meg ezért azt, hogy az Európa Tanács. De hogy nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget néhány ellenzéki képviselőnek, hogy gyakorlatilag az egészen is döntéshozatalt írják le, mint hogyha ennek a nyomásgyakorlásnak a hatása alatt. A főszabály szerint a bizottságnak a tanácsban többsége van. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan a tanács mindent megszavaz, amit a bizottság előterjeszt, de azért az esetek nagyon nagy többségében ez így van. Ami logikus is, mert a tanács azt mondja, hogy neki nincs meg ahhoz az apparátusa, hogy egy mondjuk széleskörű vizsgálat esetén a bizottság minősítéseit azt felülbírálja. Ezért a bizottság ilyen szempontból kulcs pozícióban van. És kétségkívül az Európai Parlamentnek van egy törekvése arra, el kell csak olvasni az ott az elmúlt hetekben elfogadott határozatokat, hogy a bizottságot befolyásolja, sőt fenyegesse, sőt nyíltan fenyegeti is. Hogy ez milyen mértékben hat a bizottságra, itt meg oszolhatnak a vélemények, és meg is oszlanak a vélemények, de az biztos, hogy valamilyen hatása ennek van, különösen azoknál a biztosoknál, akik egyébként azon pártcsaládokból érkeznek, akik a legdurvábbak a Magyarországgal szemben gyűlölködők között. És akkor mondjuk Johannes Hahn költségvetési biztost ide sorolja? Én senkit nem fogok név szerint ide sorolni. Csak mert ugye ő mondta azt a mai sajtótájékoztatón, hogy a magyar kormány lépései nem voltak elegendőek. Hát bocsánat, hogyha az ellenkezőjét mondja, nem mondhat más, mert hogyha az ellenkezőjét mondja, akkor meg kellett volna szüntetni a kondicionalitási eljárást. Tehát valamilyen minimális diszkrepanciát a magyar vállalásokban a bizottságnak ahhoz ki kell mutatnia, akár alappal teszi ezt, akár nem, hogy azt mondhassa, hogy Magyarország jó irányba ment, nagy lépéseket tett előre, de még mindig nem teljesítette teljes egészében a vállalásai. Ugye azt is mondták, hogy nem történt forrásvesztés, és nem is fog a reményeik szerint. Navracsics miniszter úr, ha jól értelmeztem, azt mondta, hogy nincs is semmiféle probléma. Nem így mondtam. Igen. Bocsánat, hogyha rosszul, akkor javítson ki, hogyha nem jó. De azt mondtam, hogy nem érzem komolynak azt a problémát, hogy a 65% jelen pillanatban fel van függesztve, részben előfinanszírozzuk, részben pedig a mostani időszakban a maradék 35% ezeknek az operatív programoknak esetében is jó. Természetesen hosszabb távon jelenthet problémát, ha ezt jövőre nem tudjuk mondjuk a felfüggesztést megszüntetni. Még hogyha nem is történik forrásvesztés, azért az elmúlt időszakban egyértelmű károkat szenvedett a magyar gazdaság emiatt az egész folyamat miatt. Nagyon komolyan gyengült a forint. Rekordmagas infláció van az országban, ugye az élelmiszerinfláció nálunk a legmagasabb az egész unióban, és hát ezeket a folyamatokat azért a magyar családok érzik a pénzszerzésre. Háború is lenne itt a szomszéd. Tehát izgalmasak a mi tárgyalásaink az Európai Bizottsággal, ez kétségtelen, de mintha az oroszok és az ukránok ott tőlünk keletre valamit csinálnának még. És semmi köze akkor ön szerint ennek az egész folyamatnak a jelenlegi gazdasági helyzethez? Érdemi befolyással az eddigi inflációra nincsen. De mondjuk a forint árfolyamra van, hát a forint árfolyama az egyértelműen reagált minden egyes bejelentésre. A forint árfolyama a jelenlegi helyzetben mindenre érzékenyen reagál, de az, hogy a forint árfolyamában egy alapvető változás, gyengülés következett be, az nem ezzel függ össze, hanem azzal, hogy az export-import egyensúly megborult, miután a kiváló Európai Uniós szankcióknak köszönhetően, meg nyilván a háborúnak köszönhetően olyan mértékben drágult meg az energiaára, hogy a magyar beszerzéseknél az importban nem 3,5%-ot jelent, hanem több mint 20%-ot. Uh-huh. Tehát akkor nem nincs összefüggés, még az lett volna a kérdésem, hogy lehetett volna valamit másképp csinálni az elmúlt 12 évben akár, hogy elkerüljük ezt az egész forrásbefagyasztás tárgyalás sorozatot, mert hát azért a... Most önök ebben nem értenek egyet, de sok szakértő azt mondja, hogy azért ez okozott károkat a magyar gazdaságnak már most is. Igyekszem nem bonyolultan válaszolni, de az a leegyszerűsítés, amit ön alkalmaz a válaszom összefoglalására, az így is túlzó. Tehát ma az árfolyam mindenre érzékenyen reagál, de az alapvető változások az a háború és a háború adott szankciós válaszok, mert ez az, ami az export-import egyensúlyt megváltoztatta és egy külkereskedelmi deficithez vezetett. Mit lehetett volna jobban vagy másként csinálni? Ez azért nehéz, mert számtalan olyan vita van az Európai Unióval, ahol mi gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, és mi azon dolgoztunk, hogy ezeket a vitákat a pénzügyi kérdésektől válasszuk le. Gyermekvédelmi törvény és egyebek. Úgyhogy szerintem mi az elmúlt időszakban magunk részéről mindent megtettünk a siker érdekében.
az egy új jelenség, hogy ilyen hevességgel magyar képviselők dolgoznak Magyarország nyilvánvaló érdekei ellen. Mert itt nem a kormány érdekeiről van szó, köszönjük, nekünk 3,5 éves mandátumunk van, itt az ország érdekeiről, a pedagógusok fizetés emeléséről van szó. Az, hogy a magyar baloldal ez ellen ilyen hevesen dolgozik, ez egy új jelenség, ezt eddig nem láttuk. Akkor mondjuk, hogyha lehet, hogy ezt is leegyszerűsítésnek fogják találni, de hogyha felelősséget kéne osztani abban, hogy ki felelős a jelenlegi helyzet kialakulásáért, a 12 éve hatalmon lévő kormány, vagy az ellenzék, akkor hogy osztanák meg ezt a felelősséget? Nem, azért nem keresünk felelős, mert azt reméljük, hogy Magyarország minden fillérhez hozzájuthat. Az, hogy ez a megállapodás még nem jött létre, abban a magyar baloldalnak jelentős felelőssége van. A kormány oldalán ilyen felelősséget nem látok. Tehát akkor 50% fölött van az ellenzéki felelősség. Tehát olyan messze van az ő választási eredményektől, hogy annál messzebb már nem is lehetne. Akkor érdekes, hogy ahhoz képest, hogy milyen gyengén szerepelnek a választásokon, ehhez képest Brüsszelben milyen hatékony. Így van, ez mindig a magyar baloldal internacionalista hagyományai erősek, tehát akik országon belül csekély támogatással rendelkeznek, azok országon kívül rendelkezhetnek sokkal nagyobbal is. És még hogy Navracsics miniszter úr a tárgyalásai során mennyire érzékelte, hogy nehezíti a magyar pozíciót a kormány, magyar kormány orosz barát, illetve EU ellenes politikája. Sajtóhírek, vagy sajtóban lehetett arról olvasni, hogy ez sokak szemét zavarta az Európai Bizottságban, vagy az Európai Uniós döntéshozatalon belül. Kezdettől fogva az volt az én tárgyalási célom, hogy mindenfajta politikai kérdést válasszunk le arról a tárgyalássorozatról, és minden ideológiai kérdést is válasszunk le arról a tárgyalássorozatról, amelynek az a célja, hogy az Európai Uniós források, hogy szükséges megállapodásokat elérjük. És tettem ezt azért az Európai Bizottságnál, mert az Európai Bizottság definíciója szerint nem pártpolitikai és nem politikai intézmény, hanem a szerződések őrzője, illetve az európai integráció előmozdítója. Ebből adódóan minden megbeszélésünk, minden megállapodásunk a konkrét problémák kezelésére szolgált, és a tárgyalópartnerem, bizottsági tárgyalópartnereim részéről is ugyanezt a mentalitást tapasztaltam, tehát nem voltak ideológiai vitáink, nem voltak egyéb témáról szóló vitáink, hanem csak úgy tudtuk 6 hónap alatt elérni ezt az eredményt, hogy kifejezetten a tárgyra koncentráltunk. És akkor más témában lennének kérdéseim, hogyha... Az most sajnos már az időben se fér bele, és a témába sem. Úgyhogy menjünk tovább. Kinek van még? Én még láttam 2 Euronews. Senóda Nóra vagyok az Euronews-tól. Navracsics Tibor miniszter úrtól kérdezem, hogy így, hogy a helyreállítási alapot jóvá hagyták, elkezdik-e vajon a beruházásokat, hiszen azok utólagos finanszírozásúak? Még nem hagyták jóvá, semmi, a tanács döntése még hátra van, a javaslat az, hogy jóvá hagyják, de természetesen, hogyha jóvá hagyják, akkor megkezdődnek a beruházások. Igen, hát ugye itt van egy határidő is, ami miatt nekünk el kell kezdenünk a beruházásokat azért, hogy amikor az elszámolási időszak eljön, addigra már előre tudjunk haladni. Egy feszített tempójú beruházási időszakra lesz szükség, amint megszületik a döntés, hozzálátunk ezekhez. Illetve a másik kérdésem, hogy mit szól ahhoz, hogy a tanácsban előbb szavaznának az ukrán uniós hitelről, és csak utána a magyar pénzekről? Napi rendszerkesztési kérdésnek tartom csupán. Ahogy a miniszter úr is mondta, mi tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem kötünk össze politikai pontokat, politikai ügyeket, nem csomagügyletekben tárgyalunk, és abban bízunk, hogy a partnereink, a tagállamok, illetve az uniós intézmények is így járnak el. Tehát akkor önöknek ezek szerint mindegy, hogy melyik napirendi pontot mikor tárgyalják? Az ön kérdése azt sugallja, hogy valamire csapdára kéne gyanakodnunk. Akkor mindannyiunknak mindegy, ugye? Akkor ezek szerint jó, mindegy. Önöknek is, nekünk is, mindegy, igen. Köszönöm szépen. TV2. Ambrus István, TV2. Ami a bizottságot illeti, meg az önök kapcsolatát a bizottsággal, mennyire tapasztalnak partnerséget így a vitát, meg a feltételek rendezése során? Úgy gondolják, hogy ők is a megoldásra törekszenek, vagy inkább mondjuk például a magyar szankcionális politika miatt inkább esetleg ellenségesek? Nem, én úgy gondolom, hogy a bizottság is a megoldásra törekszik.
6 hónapja, amikor megkezdtük a tárgyalásokat, akkor engem általában azért tartottak naív álmodozónak, mert hogy azt mondtam, hogy az a cél, hogy évvégéig elérjük ezeket a megállapodásokat. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha sikerül, hogy nem csak mi, hanem az Európai Bizottság is nagyon keményen részt vett a tárgyalásokban, őszintén és komolyan részt vett, és együttműködtünk, jól működtünk együtt. Én abban bízom, hogy ez megmarad a továbbiakban is. Az Európai Bizottság olyan intézmény, amely ha nem működik együtt a tagállamokkal, akkor nem tud működni, hiszen az Európai Bizottságnak nagyon kevés olyan hatásköre van, elsősorban az egységes belső piaccal kapcsolatos hatáskörök olyanok, amelyeket adott esetben egy-egy tagállammal szemben tud érvényesíteni, de akkor is még ott van a többi tagállamnak a véleménye. Tehát a bizottság szervezeti kultúrájában is ott van az együttműködés. Nekünk is az alapvető pozíciónk az együttműködés volt, és a nyitottság a tárgyalásokra. Én abban bízom, hogy ezt tudjuk folytatni a jövőben is. Az is elhangzott, hogy a magyar nemzeti helyreállítási terv lett a legjobb. Mitől? A bizottság értékelése. Úgy nekünk vannak a legkiválóbb szakembereink, akik hála a jó égnek, a munkájukkal minket támogatnak. Köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra. Köszönöm szépen.